Fennállásának 25. évét ünnepelte a Lilium kert óvoda a Rózsa művelődési házban. 1994-ben egy idős asszony azzal a céllal hagyta a bukai telepi lakását az egyházra, hogy abban valamiféle katolikus közösségi központ jöjjön létre. Abban az évben Zsuzsi néni azzal kereste fel a plébániát, milyen jó lenne itt a 18. kerületben egy kis családias óvodát megnyitni. Az, hogy az utcán megy az ember és oda jönnek, és azt mondják, hogy Zsuzsa néni, de jó volt akkor óvodába járni. Pedig azt mondják, hogy ez a 3-6 éves kor olyan gyorsan elszalad, és alig emlékszünk az óvodás életünkre. De hogyha ezt közösségbe tehetjük úgy, hogy nevelők, szülők, gyerekek együtt, akkor igenis maradandót tudunk adni, mert ez az a kor, amikor, az a micimackó kor, amikor bármit mondunk a gyereknek, ha ezt hitelesen teszi a felnőtt, az megmarad. Az óvoda azóta másik két telephellyel bővült, de az induláskor lefektetett célok és elvárások megmaradtak. A mostani születésnapi bulin számos korábbi odajáró gyerek úgy érezte, el kell jönnie. Az óvónéném nagyon kedves volt velem, és nagyon sokat játszottunk, tanultunk, imádkoztunk, és nekem nagyon jó volt. A katolikus Lilium kert óvodát a kezdetektől fogva Pesszent Lőrinc Pesszent Imre önkormányzata is támogatja.